Üdvözlök, mindenkit, nekrakrim, vagyok, jön egy kis Destiny ős régóta, nem csináltam Destiny-t, őszintén mondom, le is vagyok maradva. Nagyon viszont nem pánikolok. Mi vagy, ha a Destiny, amikor átvált Steamre, mindenkinek a karakterje instant felugrik. 750-es szintre, szóval az armadat fel fog 750-es szintre. Nem számít, hogy új vagy régi játékos, hogy az új játékosoknak is, akik most csatlakoznak a Destiny 2-höz, is, azok is 750-en fognak indulni. Jó hír, rossz hír, azoknak, akik farmoltak egy csomót, azoknak valószínűleg most kis keserédes íz van a szájukba, de legalább nem kell várja a haverodra hogy feljöjjön a szintedre, hogy együtt tudjatok játszani. Na, fogunk ebben a videóban beszélni, mit kell tudj arról a Steam váltásról. Augusztus 20-ától indul a váltás, a maga a szerviz az október 1-én fog elindulni. Fogunk beszélni a Shadow Keep DLC-ről, és egy-két tudnivalóról, Armor 2.0-ról, egy kicsit, hogy kicsit képbe legyünk, amire oda kerülünk természetesen. Akkor még fogok csinálni erről a videót. Na de most, első és legfontosabb dolog, hogyan kell Steamre váltsál. A Bangi bungy.bond.net akont ugye bejelentkezel Battle.net-tel, és aki 20 előtt jelentkezett be, annak ott van, hogy értesítse arról, amikor Steam-re megtörténik a váltás, aki 20 -a után jelentkezik be, annak ott lesz, hogy kössétek össze Steam-mel az akkontotokat, és mindenet, mindeneteket átvisz Steam-re a, a Bungie. Szóval ez ilyen egyszerű dolog lesz, semmi nagyon bonyolult történés. Annyi talán a legbonyolultabb benne, hogy a Battle.net akkontod legyen összekötve a Bungie.net akkontoddal, és kész. Amint ez megtörténik, Steamre fogod magad, és átjelentkezel. Na no de, beszélgessünk egy kicsit a Shadow Keep ről A Shadow Keep egy új régi DLC lesz, fizetni kell majd érte, természetesen, ez nem az ingyenes content része lesz. Az alapjáték lesz többnyire ingyenes, mégis még az, amit esetleg adnak majd mellé. De azok, akik ugye transferelnek most Steamre, azoknak minden megvásárolt DLC-ük, mindenük át fog, át fog menni, szóval emiatt nem kell aggódni. A, ami a shadow képet illeti, ugye mondta, hogy egy új régi uh, DLC, mert hogy vissza fogunk menni a Holdra, mert hogy ott van most valami, ami az összes régi ellenségünket felélesztette, és azokat kell megállítani, és azok ellen fogunk harcolni. Szóval ez lesz a koncepció, hogy egy kicsit ilyen uh, spooky, ijesztő, horrorisztikus uh, koncepciót fog uh, kapni. Szóval. Beszélgessünk össze kicsit, ez lesz a kis bonyolultabb téma, hogy figyelj, figyele beszélgessünk egy kicsit az Armor 2.0-ra, és hogyan fog változni a dolog. Na most az Armor 2.0 annyiban változik, hogy lesz benne, lesznek benne modok, hasonlatos modok lesznek, mint amik most vannak, csak egy kicsit meg lesz spékelve a dolog. Ezen kívül lesz egy úgynevezett Seasonal Artifact, ezen kívül lesz benne egy kicsit jobb ilyen, hogy is mondjam, menürendszer, amit itt láthatjátok a képen. Konkrétan, ugye, az van, hogy Uh, láthatjátok, hogy mennyi a milliability cooldown-otok, ugyanúgy láthatjátok a gránát cooldown és amit láthatjátok, itt van, hogy tire 8 milliability cooldown, 40 másodperc jelenleg 7-esen van, szóval ez azt jelzi, hogy fogunk tudni emelni ezen a Tigereken, és ezáltal uh, egyre, egyre lecsökkenteni azt az időt, ahogy feltöltődnek a képességeink. Ezen kívül uh, ez a Seasonal Artifact, amit itt láthattok, ehhez XP gyűjtés által fogtok hozzájutni extra képességekhez, extra bónuszokhoz, nem képességekhez, extra bónuszokhoz fogtok hozzájutni ez a seasonal artifact által, és seasonal, tehát újra és újra ki kell ezt XP-zni, de ez minden karakterre fog hatni. Szóval, yep, így állunk. Ami az armorokat illeti. Az armoroknak ezentúl mod slotjai lesznek. Oké? Okay? Na most ezek a mod slotok, tegyük fel, van egy helmeted, aminek mondjuk uh, szolár képessége vagy ellenállása van, még nem tudjuk, hogy lesz, de legyen szolár. Képessége van, nevezük egyelőre így. Na most ebben a helmet, ennek a helmetnek van egy értéke, ami 1-től 10-ig van. Tegyük fel, hogy ez, az, ez a helmeted egy hatos értékű. Na most ebbe a helmetbe belehelyezhetsz modokat, amelyeknek az értéke kiadja a 6-ot. Tehát tegyük fel, hogy lesz egy modod, ami egyes, lesz egy modod, ami négyes, és lesz még egy modod, ami egyes, és ezeket belehelyezed a helmetbe, kiadja a hatot, mert a a helmetet hatos rangú, mondjuk így, hatos rangú, és kiadja azt a hatot, és ezeket a modokat belehelyezheted. Na most, vagy belehelyezel, ha szerencséd van, van egy hatos modod, ugye valószínűleg minél nagyobb a számon, erősebbek a modok, ha szerencséd van egy hatos modod, akkor csak azt um, helyezed bele. Na most a jó hír az, hogyha mondjuk kifogsz egy nagyon jó helmetet, de mondjuk csak kettes rangú, akkor felemelheted a rangját egészen tízig, konkrétan masterworkölheted újra a helmeteket, és ezáltal ugye belehelyezheted az erősebb modokat. Ezen túl a modok nem fognak uh, elveszni, nem lesz egyszer használatos, nem kell szétszed a, a cuccaidat ahhoz, hogy visszanyert belőle a modokat, és uh, hogyha, tegyük fel, kapsz egy modot, ugye a Gunsmith-től például, kapsz egy modot, azt az egy modot uh, belehelyezheted az összes uh, cuccodba, úgy értem, kategóriánként, tehát tegyük fel, hogy csak kapsz egy helmet modot, akkor azt az összes helmetedbe belehelyezheted, és nem fog elveszni. Útközben is megcsinálhatod állítólag a játékban. Szóval kiderül ezen kívül fegyvermodok lesznek, raid modok lesznek, képességmodok lesznek, és ugye maguk az armor modok mind-mind-mind ott lesznek, és ugye a masterwork sem veszik el ebből a szempontból. Az, hogy modokat válts a... a az armorodban tegyük fel, nem tetszik az a mód, és te ezt ki akarod váltani egy másik módra, nem fog szinte semmibe se kerülni, csak glimmerbe fog kerülni. A glimmer mennyiséget megemeli 250 ezerre, ami mondjuk nem egy rossz hír, az a 100 ezer nagyon gyorsan elfogy, és macera összeszedni ebből a szempontból, <coughs> vagyis hát sokszor nagyon gyorsan megtelik, és nem tudsz vele mit csinálni. A nyersanyagaidat ne költsd el. Várd meg, amíg teljesen elindul, kijön a shadow Keep, mert van egy olyan érzés, hogy most szüksz, de szükség lesz a nyersanyagaidra, úgyhogy azokat e, tartsátok meg, és majd shadowkép után megnézzük, hogy mire lehet költeni. Egyelőre e, ennyit tudok elmondani a, a shadowkép. Ezek, ezek az alapok, ezek amiket úgy a Bungie sok mindent leírtak a weboldalunkon mondjuk, de ezek, ezeket az alapokat szerettem volna e, letisztázni, ha így tetszik, hogy kapjatok egy ötletet arról, hogy hogy fog működni ez a dolog, és természetesen ez egy sok átalakítás lesz, új exotikus fegyverek lesznek, új fegyverek lesznek, új armarok lesznek. Ja, és elfejtettem beszélni még egy um, dologról. Megesett, hogy az új power level ezres lesz. Miért mondom ezt? Mert hogy uh, írták ezt is, hogy... Um, Hogyha 950-es szint fölé szeretnél menni, akkor bizonyos specifikus küldetéseket kell végrehajtanod, és csak azokon a küldetéseken keresztül fogsz kapni olyan armort, ami 950-es szint fölé emel. Tekintve azt, hogy a Destiny 50-esével emeli a szinteket, vagy 50 éven mennek a szintek, meg eset, hogy ezer lesz az új Power Max level. De akkor viszont ez azt jelenti, hogy ezek a specifikus küldetések giga nehezek lesznek. Hogy végigmegy rajta, hogy, hogy esetleg ezres power levelű szintű cuccokhoz jussát, de lehet, hogy az is hogy több lesz, mint ezer, ez a power level, és akkor maguk ezek a küldetések egy kicsit könnyebbek, de teljesíthetőek lesznek, de akkor több formulással járnak. Szóval igen, mindenki 750-ről indul, de 950 felé fölé menni, ott valószínűleg már egy komolyabb kihívásnak kell majd megfelelni. Hölgyeim és Uraim, remélem megfelelően informatív volt a videó a Destiny 2 váltással, illetve Shadowkeep bevezető alapok alapokkal kapcsolatban. Ha kijön majd a Shadowkeep, és egy kicsit én is, hát ki tudja, mennyit kell majd farmolnom. A Shadowkeep az egy új DLC lesz mindenkinek, úgyhogy belevágom magam, és lesznek róla a videók, magyarázatok, mi, hogy, hány, merre, meddig, lore történet esetleg. Tudom, nagyon lemaradtam a Drifter körüli történettel, vagy megpróbálok felzárkózni ezzel kapcsolatban is, és hogy mi a helyzet a sötétséggel. Van egy olyan érzésem, hogy a Holdon, a Shadow Keep DLC, a Holdon történő eseményeknek valószínűleg a sötétséghez lesz köze, de meglátjuk, hogy ez így van-e. Kiderül, de addig is nagyon köszönöm a figyelmet, iratkozzatok föl, rá a csengő hogy értesítést kapjatok a videóimról, nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!